Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, ez a férfi, ez jelenti a lelki társadat, vagy jelenti a férfiakat. A fölöttetek lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt a virágok jelentik az ő gondolatát és a tiédet is. Az jelentheti a te szépségedet, egy szép környezetet, egy kreatív tevékenységet, jelenthet egy meghívást, egy ajándékot, jelenti a tavaszt is. Ha te egy hölgy vagy, akkor nem csak a virág, hanem ez a férfi is megjelenik a gondolatodban. Itt láthatóak az utak, itt döntésekről van szó, érdekes, hogy ez a férfi elvárja azt, hogy te közeledj hozzá, és te, mint hölgy, elvárod azt, hogy ő látogasson meg téged. Lehet, hogy ő is várakozik, te is várakozol, és így február elején még nincs kapcsolat. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van összefüggésben, itt a hajó jelenti a reményt, vagy egy lelki utat, persze, jelent utazásokat is. Itt a kártyán látható egy szív, ami utal a szeretetre és a szerelemre. Ez a szív összefűz benneteket, mert nem csak ő van egy vonalban ezzel a kártyával, hanem te is, és ez a szív megjelenik itt, mint egy olyan sarok kártya, ami összefűz benneteket. Itt ezek a kártyák is erre utalnak, a virágok, a szerencse, a szépség, és itt ez a ház, lehet a te otthonod, vagy az ő otthona, itt megszépítetek valamit, vagy lehet egy közös otthon tervezése. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, figyeli az eget, tehát a csillagokat, és megvan a bizalom, hogy minden úgy történik, ahogy ez a csillag képekben meg van írva. De hogy reagálsz erre, ezt nem tudja, hiszen itt megjelenik a felhő előtted, meg vele egy kapcsolatban is, hogy nem tudja azt, hogy te mit tervezel. Vagy ha ő jön, hogy hogyan fogadod őt. Itt a gyermek keresgél valamit, mint ez a tyúk. Lehet, hogy keres egy új irányt, keres ő is egy lehetőséget, és itt a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban. A horgony jelentheti ugyan a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni, ez lehet ez a párkapcsolat, de a horgony gyakran jelenti a munkát, a hivatást, itt is lesznek döntések, ajánlatok, és látható itt egy vonalban a szerencse, de ez eltarthat április hónapig. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, nem csak te jössz mozgásba, és közeledsz hozzá, hanem vannak elvárásaid is, és elvárod azt, hogy ő is közeledjen hozzád, itt a ház, szeretnéd azt, ha meglátogatna téged. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, február hónapban itt látható felül. Itt van egy gyermek, és itt van egy gyermek. Ez a kislány keresget valamit, úgy játszadozik. A kisfiú is játszadozik, de itt a vízről van szó, tehát érzelmekről. Keresel egy új irányt, keresel egy lehetőséget. Ez a kulcs jelenti a magabiztonságodat, de azt is, hogy lezársz valamit.
Egyúttal kinyílik egy új ajtó, lesz egy ajánlat, lesznek lehetőségeid. Itt a hold jelentheti az anyai érzelmeket is, de utal az álmokra, vágyakra, az elképzelésekre, és ez a medve jelentheti a belső erődet, a hitedet, vagy az is lehet, hogy az anyukádról van szó, aki nagyon erős, lehet, hogy parancsolgat neked, és így február elején lezárod vele a kapcsolatot. Ahol még változások lesznek, és kinyílik egy ajtó, ez a munka, a hivatás, utazások, külföldi kapcsolatok, vagy ez a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, és a virágok jelentetik a tavaszt, vagy hogy itt lesz egy jó ajánlat, keresel egy új munkát, tisztázódnak bizonyos dolgok, ebben az esetben a medve lehet a főnököd, vagy főnöknőd is. Második hét, február hónapban, itt látható, lesznek kapcsolatok, szerződések. Bizonyos dolgokat lezársz, hiszen a kassa ezt el tudja vágni. De amit a kassa még jelent, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, amikor nem számítasz rá. A pénz útban van hozzád, lesznek kapcsolatok, szerződések. Ez a kereszt jelenti a hitedet, vagy találkozásokat, amikor a sors utak kereszteződnek, és itt látható a kapcsolat. Azon kívül a kereszt jelenti a döntéseket is, ugyanúgy, mint itt az utak. Hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Szeretnéd, ha lennének nyeremények, vagy azt, hogy megkapd az elismerést. Itt ki tudsz építeni valamit. Ez a kártya jelentett egy hivatalos dolgot is. Ez a férfi elvárja azt, hogy te közeledj hozzád. Mint hogyha várakozna, vannak elvárásai, de nem közli még veled, hogy mit akar. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Lesz egy hír. Az is lehet, hogy te írsz valakinek, így megváltozik a helyzet. Itt barátságról van szó, de a múltban voltak viták, veszekedések, félreértések. Nem tudod, hogy ez a barát vagy barátnő hogy reagál, de ez a virág szimbolizálja a lilium virágot, ami azt jelenti, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok. Akkor is, ha nem látod az ő érzelmeit, mert a szív mögötted van, de érzed a közelségét, megvan a bizalom, hogy ez a férfi majd magától közeledik hozzád. Utolsó hét február hónapban itt látható. Kétszer megjelenik a fa. Jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Télen ezt még nem érzed. Majd ha a tavasz elkezdődött, és a madarak jelentik a tavaszt, márciust, márciustól kezdve lesz meg a biztonság érzete, azon kívül a gyógyító erő. Itt lesznek beszélgetések, vidámság, meghívások, mások elfogadnak téged a nyilvánosságon, itt van a terüly-terüly asztalkám, jelenti a jólétet, vagy egy ünnepséget, egy meghívást. Itt lesz szerencséd, minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva, ő közeledik hozzád, meglátogat téged. A ház az jelenteti a családot is, a családi kapcsolatokban, vagy az otthonodban itt látható a szerencse, de ez eltarthat márciusig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!